A tavaszi idő hatására többen összegyűjtik a zöld hulladékot, ettől több módon is meg lehet szabadulni, azonban tisztázni kell az adott településen belül, hogy az önkormányzat rendelkezik-e olyan jogszabályjal, amely a hulladék égetését szabályozna. Amennyiben van ilyen rendelkezés rendelete az önkormányzatnak, ezt feltétlen figyelembe kell venni. Ő ebben a rendeletben egyértelműen a tudtunkra fogja adni, hogy lehetséges -e a zöld ilyen formában, tehát égetés formájában megszabadulni. Ha igen, akkor az adott héten belül az adott napot is megjelöli, valamint a napszakot is pontosan órára lebontva, hogy mikor lehet ezt a tevékenységet elvégezni. Ha pedig nem, akkor ez is benne lesz egyértelműen egyébként a jogszabályban. Illetve egyéb módokat, alternatív lehetőségeket is biztosítanak az önkormányzatok arra vonatkozóan, hogy ott a zöld megszabaduljunk. Erre vonatkozóan is természetesen megfelelő paragrafusokat, hogy pontosan mi az az időintervallum, amikor ezt a zöld elszállítják, és az is megvan szabva, hogy pontosan ezt milyen formában kell összegyűjteni. Gondolok itt akár a fűkaszálékra, a lombkoronára, ezeket általában zsákokban szokták célszerű hogy egyébként összegyűjteni, valamint a már levágott gajakat és ágakat, ez pedig különböző kupacokba összekötegelve. Erre vonatkozóan is egyébként részletesen fogja szabályozni pontosan, milyen hosszú legyen és milyen vastag legyen egyébként az adott kupac. 2024-ben 44 tűzoltó fecskendőt riasztotta a különböző szabadtéri tüzekhez. A legjelentősebb ilyen eset Simontornya külterületén történt. 5 hektáron pusztítottak a lángok, a nádas foltokban égett. A tűzoltók vízsugár, puttonyfecskendők és kézi kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. És ez pedig a, a lakosság és gondolkodására van szüksége, ahhoz, hogy ezeket a tüzeket megerőzzük. Tehát az abszolút emberi mulasztásnak a következménye. Elképzelhető, hogy egy szomszéd vagy egy utcán egy járók az, aki riasztja a tűzoltókat, hogy felügyelet nélkül hagyott egyébként tüzet látott. Tehát itt feltétlen, hogyha az önkormányzat engedélyt ad arra, biztosít lehetőséget, biztosít arra, hogy az ő a belterületen egyébként egyébként égetés formájában is megszabaduljunk. Itt mindig csak akkor a tüzet rakjunk, amelyet egyébként mi magunk kezelni is tudunk. A közutak, bicikliutak melletti nádas vagy tarló könnyen meggyulladhat, akár eldobott cigarettacsikektől is. A szóvívő felhívja a figyelmet a megfelelő eloltásra.